Ég a gyertya, ég, a templomtéri óriás koszorún megkezdődött a budaörsi adventi programsorozat. Az advent szakralitására hívta fel a figyelmet a Jobbik, idén is kettős keresztet állítottak. Karácsonyi készülődés Kamaraerdőn, kenyér és kalácsütés, valamint gyermekjátékok várták a családokat. És ismét lesz Ki mit tud Budaörsön, december 15-ig lehet jelentkezni. Kezdődik a Városi Magazin. A stúdióban Kállai Lajos. Jó estét kívánok! Már 11-szerre gyújtották meg az első adventi gyertyát a budaörsi óriás koszorún. 2006-ban rendezte meg ugyanis először a programot a Szent Tarzícius Egyesület. Évről évre több és színesebb rendezvény várja a karácsony előtti időszakban a budaörsieket, és nem csak egyházi, hanem szórakoztató programokra is. Idén a Werner Alajos kórus énekével vette kezdetét a budaörsi advent első gyertyagyújtó ünnepsége. A városban ma már igazán meghitt és tradicionális ünnepi készülődést 11 évvel ezelőtt a budaörsi Szent Tarzícius Egyesület tagjai hívták életre. Tavaly volt a 10 éves jubileum. Ez egy nagyon szép hagyomány volt a minisztránsaink részéről, hogy a Mária Celi kirándulások alkalmával részt vehettünk a Mária Celi advent eseményein. A budaörsi advent azt eredményezte, hogy mostanában nem tudunk részt venni a Mária Celi advent eseményein, hiszen szombatonként most már 11 éve itt vagyunk a templomtéren, és a saját adventi eseményünket csináljuk Budaörsnek és a városnak és ennek a közösségnek. Úgyhogy igazából ennek a hagyományát sikerült fölépítenünk szerintem itt az elmúlt 10 évben. Idén is remek koncertek, remek események lesznek, úgyhogy mindenkit szeretettel várunk itt a templomtéren. Várakozunk, ugye várakozási időszaka kezdődik, ugye várjuk a karácsonyt, várjuk a Jézus születésének az ünnepét, és arra törekszünk, hogy ezt a várakozást egy olyan lelki készülettel tudjuk kiegészíteni, ami itt a koncertekben, a kicsit az elcsendesedésben, a műsorok is úgy vannak kiválogatva minden alkalommal, hogy az összes zenei műfajból legyen az jazz, legyen az bármi, mindig a csendesebb, az eseményhez illeszkedő hangulat legyen, és lehetőség legyen nem csak a templomban és a lelki szentmiséken készülni az adventre, hanem ezeken a zenés áhítatokon is felkészülni a karácsony ünnepére. Varga János római katolikus plébános is a Krisztusvárásra és az elcsendesülésre, készülődésre hívta fel a megjelentek figyelmét. Várakozunk, készülünk valakivel való találkozásra. Nem éres várakozás ám a mi adventi készülődésünk. Igazából várjuk, mint hosszú időben a történelemben a megváltóra várakoztak, a mesiásra, aki aztán annak idején tudjuk azt, hogy Betlehemben megszületett. Hát mi ennek a jegyében vagyunk igazából együtt. És egy kicsit elvarázsol bennünket ez a sok fény szikrázó valóságával, nagyon sokszor hideg világával, sokkal melegebb a mi imádkozó készülődésünk, mert várakozunk, készülődünk, találkozni szeretnénk a mi megváltónkkal, a mi Jézus Krisztusunkkal. Vattamány Sándor, a budaörsi görögkatolikus közösség parókusa az advent lényegére irányította rá megjelentek figyelmét, kontrasztot állítva az adventi időszak világi hivalkodásaival. Az ünnephez nagyon sokféle sallang is kapcsolódik. Talán könnyen mondhatjuk rá, oda nem való dolog kapcsolódik is. Nekünk nem arra kell figyelnünk, hanem az üzenetre, erre a szeretetre, mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát küldi el hozzánk, aki érettünk emberekért és a mi üdvösségünkért mennyből alászállott, és emberré lett. És ezt az üzenetet olyan gyönyörűséges olvasni, olyan gyönyörűséges hallani, megérteni, és erre készülnünk kell.
Most ez a 4 hét adva van előttünk a készületre, hogy ne a sallangóra figyeljünk, hanem a lényegre, Isten szeretetére, arra a szeretetre, amelyre csak egyetlen válaszunk lehet, viszont szeretni őt egész életünkben. Az ünnepi gondolatok után a szolgálatot nyújtó katolikus kórus előadása alatt jelképesen meggyújtották az adventi koszorú első gyertyáját, megkezdve ezzel a várakozás időszakát. A templomtéri közös imádság után a római katolikus templomban folytatódott az ünnepség sorozat a Leopold Mozart zeneiskola diákjainak koncertjével. Mindegyik hétvégén ugyanúgy folytatódnak az adventi programsorozatok. Részemről ezek a programok szervezése az én feladatom, különben a Budaörsi Szent Tarzicius Egyesület szervezéséből és megbízásából végzem én is a feladatomat. Következő szombaton a Budaörsi Vivát Szimfonietta fog egy nagyszerű karácsonyi koncertet előadni, utána egy zséda koncert lesz, és a Lélekzuhany Gospel kórussal fogjuk zárni majd az idei adventi rendezvények sorát. Az első nyitó előadás különlegességét alapvetően az adta, hogy a gyerekek mellett fellépett két japán művész is, Mori Kiyoko zongorán, Ueda Mizuki pedig cselló játszott. A koncert után adományt is gyűjtöttek, amelyet a Kárpátalján élők megsegítésére ajánlottak fel a szervezők. Sok éve már, hogy kettős kereszt állítása hívja a Jobbik a budaörsieket. Az eseményen az apostoli keresztet idén is Varga János római katolikus plébános szentelte meg. Császárné Kollár Tímea, a Jobbik budaörsi elnöke beszédében az ünnepkör valódi értékeiről szólt. Miért tekszel jászolban, ég királya? Visszasírsz az éhes barikára. Zenghetnél, lenghetnél angyalok közt. Mégis itt rídogálsz állatok közt. Idén Babits Mihály Karácsonyi Ének című versének előadásával vette kezdetét a Hunyadi Parkban a Jobbik Magyarországért mozgalom immár 10 éves hagyományra visszatekintő kettős keresztállítási ünnepsége. A tradíció jelentőségéről és üzenetéről most is, mint eddig minden évben, Császárné Kollár Tímea, a Jobbik Magyarországért mozgalom regionális igazgatója beszélt. Amikor elkezdtük ezt a kezdeményezést, hogy álljon itt egy egyszerűségében szép fakereszt, egy kettős kereszt. Abból indultunk ki, pedig akkor már 15 éve megvolt a rendszerváltás, 16, hogy mégiscsak szüksége van az embereknek arra, hogy minden kis apróságot hozzátéve emlékeztessük őket az advent igazi jelentésére. 89-90-ben én magam sem gondoltam, bár elég fiatal voltam, de nyilván idősebb társaink sem, hogy rá 15 évre erre még szükség lesz. És 10 éve sem gondoltuk, hogy rá 10 évre erre egyre jobban szükség lesz. Hogy nem jó irányba haladunk, hanem talán egy kicsit visszafelé. A beszédet követően a korábbi évek hagyományainak megfelelően Varga János római katolikus plébános kért áldást az adventi időszakra felállított kettős keresztre. Urunk Jézus Krisztus, áld meg ezt a keresztet.
ezzel ragadtad ki a világot a gonosz lélek hatalmából. Ezen szenvedve győzted le a bűnre csábító sátánt, aki örvendezett az első ember bukásán, miután evett a tiltott fából. Az áldást követően Varga János plébános megszentelte a keresztet, jelezve ezzel az adventi várakozás időszakának kezdetét. Adventi programok tömkelege vár tehát a budaörsiekre, és nem csak a templom téren és környezetében, hanem Kamaraerdőn is. És már nem először, de mi kapacitás hiányában eddig mindig valahogy lemaradtunk ezekről. Idén azonban nem, és meg is mutatjuk, hogy hogy indult a karácsonyi készülődés az autópálya túloldalán. Egy rövid időre jelképes játszóháza alakult november 26-án az advent első vasárnapját megelőző szombaton a Kamaraerdei Közösségi Ház hátsó traktusa. A kisvonat mellett autóversenypálya és sok-sok ügyességi játék várta a gyerekeket és az őket kísérő szülőket ezen a különleges napon. Interneten olvastuk, hogy van egy ilyen lehetőség, a gyerekek nagyon szeretik a programokat, és kíváncsiak voltunk, hogy milyen vásár vagy ilyen műsor van, és nagyon élvezik a gyerekek. Körbe mentek minden játékon, tényleg nagyon élvezik, és kíváncsiak leszünk az előadásra is. Egyébként a kézműves foglalkozásban is szeretnek részt venni, mert ugye úgy látom kisfiúval jött, az meg nem biztos, hogy szeretik. Kisfiúval is jöttem, meg kislányjal is, és nagyon szeretik a kézműves foglalkozásokat. Milyennek találják ezt a mostani kínálatot? Hát egyelőre a vonatoknál leragadtunk, mert ő vonatmániás, de megyünk majd körbe és megnézzük, hogy mi van még bent is. Ezt látom, hogy nehéz az autóvezetés, tudnak benne segíteni? Túl gyors nekem. Majd gyakoroljuk, és akkor menni fog a dolog. A szabadtéri játék csak bemelegítő volt a Pódium Színház előadásához. Idén a gyerekek egy különleges holleanyú átdolgozást láthattak a művészek tolmácsolásában. Már csak az orsó hiányzik. Hová gurult? Jaj, nem, az nem lehet. Mindent lehet, csak akarni kell. Anyukám is azt mondta, hogy csak rajta múlik, mit ér? Életben. Ne most sára, kérlek, épp elég bajom van így is. Csak ne felesej, Mária, megmondalak anyukámnak, és mit lesz? Valamiben különbözik az eredetitől, például, hát most elkezdem akkor a mondókámat, de a végét mondanám, hogy egész más a vége, én vagyok benne a negatív, a rossz kislány, és én jól leszek a végére. Ez ugye az eredetiben ugye nem így történik, hanem megkapja a büntetését, szurkot kap, és végig megkapja a méltó büntetését. Na hát, egy kemence! Éj, igaz, egy táncoló! Vidám! Kemence. Ne tessék haragudni, csak hát én még soha nem láttam táncoló vidám kemencét. Jó, hát én sem láttam még ennyi zöldségeket beszélő jányt. Szerintem a bagoly az, ami nagyon közel hozza a történetet a gyerekekhez, illetve tettünk bele sok dalt, van benne ismert dal is, amit a gyerekek szoktak énekelni, meg népdalok is vannak, ezt is általában ismerik ők. Látom, hogy ugye a társulatnak sokszor alkalmazkodni kell azokhoz a viszonyokhoz, amiben belecsöppen itt is egy elég szűk tér van, nehéz elhelyezni a díszleteket. Mennyire módosítja ez mondjuk azt, hogy éppen milyen előadás születik, és mondjuk azt a gyereksereget, aki ott ül, vagy éppen ugrál előttetek, azokat mennyire lehet bevonni a játékba? Hát szerintem ez általában nem szokott változtatni a játékon, tehát ugyanúgy élvezik, hogyha a kisebb tér van, akkor esetleg talán közelebb érzik magukat hozzánk. Ebben az előadásban annyira nem szoktuk bevonni őket, inkább azt mondanám, amikor énekelünk, akkor ők énekelnek velünk, de nagyon velünk jönnek végig, és nagyon beleélik ők is magukat a történetben. És mondd csak, Sárát hol vettad? Holleanyónál jártunk, biztos ő is mindjárt hazaért. Még hogy holleanyó! Ezt a sok szép holmit talán tőle loptad. Ajándékban kaptam. Add csak ide azt a pálcát! Nem, ne tessék el! Adj ide! Ne! Megégette a kezemet! Mire véget ért az előadás, már rotyogott a finom székely káposzta a bográcsban. Ez is a vendégekre várt, a sok-sok segítő jó voltából. Ez egy székelykáposzta kívánt lenni, nem tudom, hogy az lesz-e. Most így ránézésre valamelyest hasonlít rá. Az idén ezt próbáltuk meg oldani, bevezetni itt egy kicsit a... Mi került bele, hogy jó legyen azért az alapanyag és aztán a végtermék? Hát ebbe sertés, hús, kis főcsülök,
nagyon finom házi kolbász, és természetesen a budaörsi gazdakör jó voltából savanyú káposzta. Ez gyakorlatilag, ami itt a bográsban, az körülbelül hány embernek elegendő? Arra gondoltunk, mikor neki kezdtünk, és gondolkoztunk ezen az egészen, hogy körülbelül 80 embert ez az egy kis kondér ki tud szolgálni, de hát, hogyha takarékosok leszünk, akkor lehet, hogy 82-t. Akik fáztak, azok behúzódhattak a házba kézműveskedni, akik pedig szívesebben töltötték a szabadban az estét, azokat népzenével szórakoztatták a szervezők. Az est egyik legérdekesebb programja talán a kenyérkészítés volt, hiszen itt nem csak a dagasztást próbálhatták ki a vendégek, hanem az őrléssel és a kenyérsütéssel is megismerkedhettek. Ez egy kis házi malom, amit ugye mobil, lehet vinni jobbra-balra. Magát a búzát őrli le, liszté. Korpa lesz belőle még meg búzadara. És annyiban más az ipari malmoktól, hogy ebbe egy köves malomkő van, tehát kőből készült, és sokkal másabb, jobban benne maradnak a vitaminok így a búzába, a búzalisztbe, mint amit ugye a nagyipari malmok csinálnak. Ez egy ősi, hát na ős, az őseink használtak ilyen fa malmokat. Nagyon gyakorlatilag ilyen teljes kiörlésű búzaliszt keletkezik? Nem, fehér búzaliszt keletkezik. Ha belenézünk, akkor ott belepotyog a búza a kő a malomba, és a malomból ide megy, itt átmegy ezen a szűrőn, és belepotyog ugye a liszt ebbe a tartályba. Ezen a szűrőn keresztül, meg itt kijön a korpa, ugye a búzának a külső héja. És ebbe a másik kis edénkébe meg búzadara fog belekerülni. Póni lovaglással, csillámtetoválással, játszóparkkal, adventi játszóparkkal, Holle anyu színházi előadással, és aztán nagyon sok-sok finomsággal is, helyben sült kenyérrel várjuk az ide látogatókat, cappuccino kávéval, toroskáposzta, ami nem maradhat el az advent hangulatától, és sült kolbásszal vártuk az ide érkező vendégeket. Mennyire fontos az, hogy összejöjjenek a környékben ülő családok, tehát mennyire van az egésznek egy ilyen közösség alkotó jellege, vagy mennyire szeretnétek, hogy az legyen? Ez a lényeg ennek, hogy az itt élő emberek valójában megismerjék egymást, a szomszédok is, hisz mindannyian rohanunk dolgozni az év többi napján, és elmegyünk talán egymás mellett, és ilyenkor találkozhatnak, játszhatnak a gyerekek együtt, és így megismerkedhetnek. És valószínű, hogy ezekből az emberi találkozásokból talán szorosabb emberi kapcsolatok alakulhatnak ki. A cél úgy tűnik sikerült, hiszen egészen meleg, baráti és családias hangulat alakult ki a kistéren egy-két óra leforgása alatt, amely igazán szeretetteljesítette a kamara erdeiek adventi készülődését. Újra lesz Ki mit tud Budaörsön. Itt van a szervező, a Tegyünk Együtt Egymásért Közhasznú Egyesület elnöke, Egerszegi Magdolna. Kezdj csak, ami jó estét kívánok! Ez egy nagyon jó kezdeményezésnek bizonyult. Tavaly rendeztek ilyet először, igen, és akkor úgy tűnik, hogy ennek lesz folytatása. Igen, szeretnénk minden évben egyszer, nem többször, mert akkor az részben unalmas is lenne, és részben hát nem is sok értelmét látom, de évente egyszer lehet, hiszen változnak a korosztályok, és úgy láttuk tavaly, hogy nagyon sikeres volt, azért is hoztam el ezt a vendégkönyvet, hogy legalább így ránézésre, hogy jó sokan. Ez tele van írva? Megnézhetem? Persze. Tehát ez mindenki, aki részt vett, szűnők, indulók? Aki akar. Ja, aki akart, aki azért akar. Bele. Ott a meghívó, és akkor minden rendezvényünknél, aki akar, beír. Nagyon jó hangulatú, izgalmas verseny volt, gratulálok, örülök ennek a nagyszerű kezdeményezésnek, tedd jobbá a világot, csupa elismerő szavak. Egy egyesület szervezi meg ezt a Ki mit tudott, miközben Budaörsön számos intézmény van, kulturális művelődési intézmény, egyikőjüknek sem jutott eszébe, egy egyesületnek meg eszébe jutott, és sikerült is megszervezni. Igen,
Azt gondolom, hogy ez nem baj, mert nem egyedül csinálta az Egyesület, hiszen összefogtak az iskolákkal, próbáltunk felnőtteket is bevonni, de összesen egy felnőtt tanár jelentkezett, és és nagyon sikeres volt mindkettő. Tehát még mindig benne van az emberekben az a tudat, hogy egy ilyen rendezvény a gyerekeknek szól. És szép lassan szeretnénk odáig eljutni, hogy nem. Ez mindenkinek szól. 10 évestől, most abban a reményben, hogy kitolódik az életünk korhatára, 100 évesig bárki jelentkezhet azokban a műfajokban, amiket tavaly is írtunk, ez nem változik. Milyen műfajokban lehet jelentkezni? Mindenképpen lehet énekelni, táncolni, verset mondani, jelenetet előadni, de a jelenetbe azt is beleértjük, hogy ha valaki egy gyönyörű mesét mond, ami olyan, hogy nem a piroska és a farkas, hanem valami egészen más, tehát elég szabadon van. Ebbe például a humor is belefér, tehát mondjuk bele, egy stand-up comedy részlet, bele. Vagy egy különleges tánc. Igen, csak a cirkuszi mutatvány nem, mert nem vagyunk felkészülve. Bűvész? Tehát, bűvész? Bűvész, igen. Bűvész igen, igen. Hát azt tudom, hogy tavaly több mint 20-an indultak. Így van. Most idén van változás, mert ugye az ember mindig tanul, és a tavalyi hibákból is tanultunk. Először is azt, hogy nem kell 2 nap, mert tulajdonképpen ismétlődött a dolog, és a zsűrinek is plusz munkát jelentett, és tulajdonképpen el tudják dönteni aznap, amikor van, aki mit tud. De tehát nincs az a veszély, hogy valakinek nem sikerül olyan jól a fellépése, valaki nem tud eljönni, mert megbetegedett, mert más programja de. Van. Fennáll ez a veszély, de mivel nagyon sokan szoktak jelentkezni, mindenkinek azt írjuk, hogy mindenképpen jelenjen meg. Várhatóan ez a 20 ember jelentkezett olyan művel, vagy olyan műfajú produkcióval, ami számíthat arra, hogy szerepelhet is, de soha nem lehet tudni, hogy ki betegszik meg, vagy ilyen teljesen ilyen természetes szöveggel fog kimenni a levél, és így részben azt is biztosítjuk, hogy mindenki eljön, aki akart, és hát van azért meglepetésünk is a végére, amit most nem árulok el. De azt lehet tudjam, hogy ez a meglepetés, ez a győztesnek vagy győzteseknek szól, nem. Vagy mindenkinek? Mindenkinek, aki akart szerepelni. Azt a kiírásból tudom, hogy április 17-én 17 órakor lesz maga a verseny. Most is a posztárt lesz a helyszín? Nem. Nem. Most egyből az önkormányzat, hát ez is egy nagy segítség, hogy a dísztermet igénybe vehetjük, és hát azért is mondtam a pár perccel ezelőtt, hogy igaz, hogy nekünk jutott eszünkbe, a mi egyesületünknek, de mégis azt kell, hogy mondjam, hogy ez egy összmunka. Mert az önkormányzat nélkül hiába jutott volna eszünkbe, nem csak anyagilag támogatnak, hanem erkölcsileg is, és olyan segítséggel, hogy ott lehet az egész, hogy még soha nem mondta azt a polgármester úr, hogy ő nem vállal valamit, tehát... Elindul, aki mit tudom? Nem, hanem, hogy ő akár megnyitja, akár... Értem. Tehát kimutatja, nagyon egyszerű szavakkal kimutatja azt, hogy érdekli és értékeli az ilyen jellegű dolgokat, és ez már emeli a színvonalat, pont úgy, ahogy emeli a színvonalat a zsűri. De nem mindegy, hogy ki van a zsűriben. És ki van a zsűriben? Ki lesz a zsűriben? Ugyanazok, mint tavaly, tehát a Budaörsi Latinovics Színháznak a művészeti vezetője lesz az egyik fő
támasz, a másik pedig Lukács Andor érdemes művész, és ezen kívül lesznek drámapedagógus az Ilyés Gyula gimnáziumból, és francia-német angol tanár, és próbáljuk biztatni az embereket, hogy lehet más nyelven is. Tudnélik, akkor megint egy új oldal jelenne meg Budaörsön, mert ahogy ön is mondta, rengeteg mindenki foglalkozik a kultúrával, ami nem baj, mert ettől lett sokszínű ez a város, most a kultúrára mondom elsősorban, de nagyon nehéz újat és olyat kitalálni, ami érdeklődésre tart számot. Tehát például ez, hogy több nyelven lehet szerepelni, szerintem egy nagy lehetőség, mert felfigyelnek mások is, és igyekszünk, mondjuk természetesen elsősorban a városi médiát hívjuk, és kérjük, hogy segítsék a munkánkat, mert óriási segítség a televízió, az újság. Hát ugye, aki ma már szinte természetes, hogy az emberek használják az internetet, és csak példának mondom, hogy felhívott a héten egy úriember Svájcból, aki eladta nekünk annak idején jó pár éve ezt a házat, és azt mondja, olyan ismerős volt neki a netről ez a név, kár, hogy nincs itt Budaörsön, mert ő is indulna, aki mit tudom. És mit mutatott volna be, azt elárulta? Á, csak viccelt, 97 éves. Ja. Csak mondom, hogy ilyen dolgok is megtörténnek. Áprilisban lesz tehát maga a verseny, igen, de már december 15-éig jelentkezni kell, ez, igen, a határidő. Miért ilyen nagy a határidő? Tehát decembertől áprilisig azért még sok-sok idő van. Így van, nyilván, ha még jelentkeznek, nem fogjuk azt mondani, hogy nem szabad, és tilos, és ízé, de kellett egy ilyen határidő, ugyanis tavaly mind az iskolaigazgatók részéről, mind a jelentkezők részéről kaptunk szemrehányást, és nem is jogtalanul, hogy rövid az idő. Tehát ha valaki például egy igazi jelenetre készül, amit nem egyedül ad elő, vagy éppen vizsgázik, millió dolga van, és igaziból föl akar készülni, és nincs kizárva, hogy felfedezik, most nem a világot jelentő deszkákra gondolok, de azt se zárom ki. Hát végülis ez a célja, nem? Mert azért csináljuk, hogy ne csak Budaörsnek mutassa be azt, amit tesz Budaörsért, meg természetesen saját magáért is, mert hogyha ez a motiváció nincs meg, akkor nem olyan sikeres. És tavaly nagyon rövid volt az idő. Ez az egyik ok, amiért viszonylag tág határidőt adtunk. A másik, amit nem írunk le, de ki lehet talán találni, hogy ugye, ha látjuk azt, hogy milyen típusú jelentkezők vannak, tehát milyen vers vagy egyéb, miben jelentkeznek, milyen műfajban jelentkeznek, akkor azért nincs semmi kőbevésve, és lehet, hogy változtatni kell a zsűrin. Uh-huh. Mert ugye a mostani zsűri színész, rendező, tanár és drámapedagógus. De például ön mondott egy példát, hogy bűvész. Hát nem tudom, hogy ő közülük ki az, aki kompetens arra. Tényleg, hogy... nem az a fontos, hogy mennyire varázsolja el a közönség, igen, mennyire látványos, mennyire, igen, ügyes az, amit csinál. Ez pedig a laikus közönség is meg tudja ítélni. Na most ez a másik, hogy tavaly nem volt közönségszavazat, most szeretnénk azt is. Tehát, hogy mielőtt a döntés megszületik, az még egy külön munka lesz megcsinálni ezeket a kis papírkákat, mert sajnos nem tudunk versenyre kelni egy
olyan igazi nagy ki mit tuddal, mint a Budapesten volt annak idején. Hát mondjuk a 60-as években indult a Magyar Televízióban, igen, és az nyilván egy, hát egy országos ki mit tud volt. És a kérdésem az az, hogy lesz lehetősége a versenyzőknek próbálni beállni? Tehát mondjuk egy éneknél nagyon-nagyon fontos, hogy hogy hallja a zenét. Ezt előre azért ki lehet próbálni? Igen, bele is írtuk a felhívásba, hogy jelezzék, hogy van-e szükségük segítségre, ugyanis ez is egy nagy dolog, hogy felajánlotta az Andor is és az Ádám is, hogy segítenek. Tehát, hogyha valaki azt mondja, hogy neki a felkészüléshez segítségre van szüksége, akár rendezési szempontból, akár ének, akár miből, ők térítésmentesen segítenek, és ezt tavaly be is jelentették a gálán, hogy ők ezt vállalják, és idén, amikor a felhívást megírtuk, akkor ezt beleírtuk, hogy mindenki jelezze, hogy van-e szüksége segítségre. A nézők láttak már felvételeket, tavaly bemutattuk az elődöntőt, és igen, aztán ott voltunk azon a klipforgatáson, ami az egyik főnyeremény volt, aki ezt megnyerte, Sárközi Edina, neki egy klippet forgattak, igen, ez volt a főnyeremény. Idén is valami hasonlóra lehet számítani? Igen, igen, idén is hasonlóra lehet számítani. Sajnos, hát itt nagyon sajnálom, de azt kell mondani, hogy itt a pénz az, ami nagyon szűk keresztmetszet, és többek között azért is indul ez ilyen hamar, mert december 1 után újra beindítom ezt a felhívást, azzal, hogy már van olyan 15 jelöltem, kihez személyesen elmegyek szponzorálás céljából. Uh-huh. Úgy hát, ha jelentkeznek. Igen. Hát ebben fontos lehet mondjuk ez a mai beszélgetésünk. Igen. Beszéljünk egy picit Edináról, Sárközi Edináról, aki tavaly ezt megnyerte. Neki mit jelentett az életében, hogy megnyerte ezt a versenyt? Valóban ez egy lökés volt? Tehát neki sikerült elindulnia az énekesi pályán? Én úgy tudom, hogy igen. Különösebben nem jelzett vissza, de mivel nyomon kísérjük, azért látjuk, és hozzáteszem, hogy végül is nem egyedül indult, annak ellenére, hogy ő nyerte meg, hanem egy másik kislányjal, aki nagyon feldobta az amúgy is tehetséges, és jól sikerült éneke. Hol, hogyan lehet jelentkezni? Azt is ráírtuk a felhívásra, van egy internetcím, egy levélcím, ahol lehet jelentkezni, egy telefonszám, és azt is fölírtuk, hogy mi kell ahhoz, hogy jelentkezzen. Nagyon egyszerű a név, a elérhetősége, a műfaj, és hogy körülbelül mennyi, jelezze, hogy körülbelül mennyi ideig tart, hát gondolom, hogy 10 percnél tovább nem érdemes, és jelezzék, hogy szükségük van-e bármilyen jellegű segítségre, mert azt most lenne idő bőven, hogy kérjük akár a két művészt, akár mást. Nem? Köszönöm szépen, hogy eljött, érdeklődő várjuk a fejleményeket. Én köszönöm a lehetőséget, és remélem mindenki profitál ebből a beszélgetésből. Nagy segítség. Köszönöm. Köszönjük. A Városi Magazin után felvételről közvetítjük Szél Dávid pszichológus Apapara című előadását, amit az Ifjúsági Klub Szülők Akadémiáján rögzítettünk, de még előtte rövid programajánló. A Hazudj inkább, kedvesem című előadást láthatják a Budaörsi Latinovic Színházban kedden este 7 órától. A darab arról szól, hogy miért volna talán okosabb, ha hazudnánk igazmondás helyett, és arról, hogy miért van az, hogy ezt mégsem szabad. Majd a Két Lotti című családi előadás várja a közönséget, szintén a helyi teátrumban, szerdán 14 és 18 órakor.
Végül mutatjuk és mondom is elérhetőségeinket, ha van véleményük akár a mai témáinkról, és akkor hívhatnak bennünket, vagy írhatnak nekünk. Telefonszámunk 611-522, e-mail címünk bvtv@bvtv.hu. Én köszönöm, hogy ma is a Városi Magazint választották, találkozunk szerdán, viszontlátásra!